Kempingezni csak a kijelölt területen szabad, hirdeti a tábla Idomeni vasútállomásának épülete előtt. Az évekkel ezelőtt készült feliraton azonban ma már csak nevet mindenki, hiszen nem csak a környező kerteket, a sineket, a peronokat, hanem az állomást is teljesen elfoglalták már a menekültek. A lépcsőházat és a folyosókat szemét és sár borítja. Az ajtók többségét már eltüzelték, most kartonlapok és pokrócok óvnak a kíváncsi tekintetektől. Az egyik helyiségben él a 3 éves Majár és családja immár második hónapja. A padló tiszta, cipővel senki sem mehet be. Katonás rendben sorakoznak az adományok az egyik asztalon. Sufa? Ébredés, várakozás, alvás. Itt így telik minden nap. Míg az anya felöltözteti a kicsiket és beveti a segélyszervezetektől kapott ágyakat, addig az apa tüzet gyújt a teraszon a mosott ruhák alatt. Elkoszolódott plédet, ázott kartont és műanyag zacskót dob a nyírkoságak közé, hát ha valamelyik lángra kap az éjszakai eső után. Folyik a víz a csapból, azt forraljuk fel mosdáshoz, abban mossuk a ruhákat, nyitja ki lelkesen a csapot Ahidz, Majár édesanyja. De az épületet őszinte sohasem hagyja el. Mindig kell itt lennie valakinek, mert abban a pillanatban, hogy kiteszik onnan a lábukat, beköltözik más, meséli. Bármilyen furcsa, ez az Idomeni menekültábor rózsadombja. Hiába borítja a környéket ürülék, hiába bűzlik a lépcsőház, hiába életveszélyes az egész, az itt élő családok nem áznak. Nem folyik be a víz, és ha csak egy halszányival is, de emberibb körülmények között tudnak élni, mint azok, akik a szabad ég alatt alszanak. A könnyebbség csupán ennyi, a mindennapos küzdelmeik nem különböznek a többi emberétől. Ételosztáskor másfél órát állnak sorba 2 szelet sajtos kenyérért és 1/2 liter vízért. Ölben cipelve vagy plédbe csavarva húzzák be az eső áztatta tűzifát a szántóföld közepéről. Őrre menő harcot vívnak az adományokért és kilométereket sétálnak, hogy ne azoktól vásároljanak gyümölcsöt, akik a boltját többszörösért próbálják rájuk sózni azt. Egy kiló 1 euró, 3 kiló 2 euró, kiabálja ez az árus. A környék nagyobb városaiban azonban 5 kiló narancsot adnak 1/2 euróért. Tehát a haszon, bárhogy is nézzük, jelentős. A tábor összetétele napról napra változik, ahányan elmennek, legalább annyian érkeznek is. A hónapokkal ezelőtt kitaposott vándorlási útvonalon mindig találkozni 2-3-10-20 fős hátizsákos csoporttal. Ők Evzoni benzinkútjáról indulnak, oda pedig Szalonikiből érkeznek taxikkal vagy buszokkal. Akik nem akarnak Idomeni szántóföldjén aludni, azok házakat törnek fel a benzinkutak közelében. Így tett ez a család is.
15 gyerek fekszik a szobában, köztük 3 csecsemő. Ők útközben születtek. A szobákban sátrak állnak, mert a tető néhol beereszti az esővizet. De itt legalább csend van, mondják. Egészen addig, míg meg nem érkezik 2 görög hölgy a kútra az adományokkal. Abban a pillanatban minden férfi odarohan és szinte szétszedik az autót. Ez a túlélési ösztön, magyarázza egyikük. Az ételért folytatott küzdelem mindennapos. Aki nem akar órákat sorban állni, az inkább verekszik 2 kiló krumpliért, egy eltüzelhető raklapért, vagy akár egy használt plédért is. Az elszántsággal vegyes elkeseredés nem csak az északi határ közelébe jutottakon érződik, hanem már a görög fővárosban is. Atén kikötői és parkjai is megteltek. Néhány menekült család hostelekben száll meg, többen a Victoria Parkban vernek tanyát. Minden menekült szállás megtelt, családok maradnak rendszeres étkezés és orvosi segítség nélkül. Kisgyerekek alszanak a padokon, mondja Abiola, a nigériai önkéntes hölgy, aki teát és melegtakarót hozott a parkban rekedt migránsoknak. Azt, hogy Európa kapuja zárva van számukra, hogy innen egyelőre nincs tovább, még nem mindenki fogta fel. A remény tartja itt, és ugyanez a remény indítja útnak is őket.